Ellenségesen viselkedő csoport feloszlatásában kértek segítséget a magyar katonáktól egy elképzelt ország rendvédelmi szervezetei. A gyakorlat forgatókönyve szerint a beavatkozó erők lépésről lépésre szorították ki a randalírozókat, akik minden kezük ügyébe kerülő eszközzel támadták a rendteremtőket. A katonák kiemelték és elfogták a hangadókat, ellátták a sérülteket és percek alatt visszaállították a terület rendjét. Szerencsés helyzetben vagyunk, akkor a tömeg együttműködik velünk, és felszólításra, ha kell, akkor együttműködően kihátrál arra a területre, amit nekünk ugye el kell foglalnunk, de bonyolultabb szituációs helyzetekben a sornak kell ezt a területet megnyernie. A gyakorlaton résztvevő katonák lesznek a 28. kontingens tagjai, akik Bosznia-Hercegovina területén vesznek részt az Európai Unió békemissziójában. Rendvédelmi járőr és őrzési feladatokat látnak majd el, de tűzszerész egészségügyi vegyvédelmi területen is nyújtanak majd segítséget, ha ezt igénylik a helyi szervezetek. A katonák vagyunk, katonai feladatokat kell végrehajtanunk békeműveleti keretek között. Ezért kiemelten fontos az, hogy a katonáink minden területen, akár fizikai, akár is mentálisan is felkészüljenek erre a kihívásra, hiszen a való világban, kint, missziós területen bármikor találkozhatnak olyan helyzettel, amikor saját testi épségük vagy katonatársaik testi épsége kerül veszélybe. A magyar katonák 1995 óta vesznek részt missziókban a Nyugat-Balkánon, 2004-től a NATO feladatait az Európai Unió vette át, és szervezte meg az EUFOR több nemzetiségű békefenntartó kontingest, aminek jövőre hazánk lesz a vezető nemzete, és az uniós haderő parancsnokát is a Magyar Honvédség adja majd. Gyakorlatilag a törzsbeosztások jó részét is a Magyar Honvédség fogja biztosítani. Ez azt jelenti, a gyakorlatban is, hogy vezető nemzetként mi fogjuk vezetni és irányítani az Európai Uniós műveletet, a legnagyobb Európai Uniós műveletet, Boszniában, Szarajevó központban, és gyakorlatilag a katonák az eddigi felkészítésük során itt a gyakorlótéren számot adtak arról, hogy milyen módon sikerült felkészíteni saját magukat. Egyéni szinten és kötelékszinten is erre a nagy kihívásra, ami 2024-ben ér őket. A gyakorlaton résztvevő katonák jövő márciusban váltják majd le a jelenlegi is Bosznia-Hercegovinában szolgáló társaikat.